Így néz ki most az 1960-as években épült közösségi ház Nyírpélteken. A cél az volt, hogy legyen egy hely a közösségnek, ahol méltó módon tudnak rendezvényeket és ünnepségeket tartani. Erre egy 900 négyzetméteres házat építettek, amely akkor az egyik legnagyobb kulturális funkciót ellátó épület volt. A két szint pedig azóta is rendszeresen megtellik élettel. Több száz ember fér bele, az alsó szinten gyakorlatilag 200 fő, a felső szinten is 150-200 fő elfér. Minden egyes alkalom, ami a közösséget összekovácsolja, mint mondtam, itt szokott a közösségi házunkban megrendezésre kerülni. Itt van a nyugdíjas klubnak a próbája, a népdalkörnek a próbaestje, illetve most vannak a Bécsák, tehát a Bélteki Csajok Egyesület, és ők is egy színdarabot próbálnak, már most második alkalommal, egyet már előadtak, és ők is ott próbálnak. A közösségi ház épülete azonban a hőtechnikai követelményértéket nem teljesíti, az épület falainak hőszigetelő képessége jelenleg nem megfelelő. Ezért időszerű az energetikai korszerűsítése. Maga a megújulás az a külső falak szigetelése, a nyillászárók cseréjét, illetve egy hőszivattyús rendszerű kazánunkat, ami a napelemről fog működni, illetve amellett van még egy másik kazánunk is, amelyik egy úgymond gázkazán, de már ez a nagyon energiatakarékos gázkazán, és még helyet hagytunk egy másik kazán kiépítésére is, az természetesen az saját erőből menne, az pedig egy olyan vegyes tüzelésű kazán lenne, ami fával és esetleg szénnel is fűthető lenne. A munkálatokra a terület és település fejlesztési operatív program plusz biztosítja a szükséges, mintegy 189 millió forintos forrást. Az elmúlt uniós ciklusban, amely tavaly ért véget, 5 pályázatban több mint 700 millió forint érkezett az önkormányzat számára, ide Nyírpéltekre. Ebből 5 program valósult meg, belvízelvezető rendszer, építése, energetikai felújítás, középületek újultak meg, és több egyéb fontos beruházás, míg ez a ciklus úgy indult, hogy 3 plusz 1 nyertes pályázata van a településnek. Ez a TOP plusz programban valósul meg. 3 pályázat, amely csak bemelegítő véleményem szerint. Még ehhez társult az RRF forrásból egy új bölcsőde építése. Tehát ilyen formán 4 pályázatban 700 millió forint áll rendelkezésre az elkövetkezendő időszakban. Az önkormányzat alapvető célja, hogy a települési infrastruktúra fejlesztésével, a közszolgáltatások színvonalának emelésével javítsa a nagyközség polgárainak életminőségét. A közösségi ház felújítási munkái április végén kezdődnek, a nyílászárókat már megrendelték. A beruházást ősz elejére szeretnék befejezni, szeptemberre már jótékonysági bált szerveznek az épületbe.